Szerdán sakkozók népesítették be a nyíregyházi Betlen iskola auláját. Az intézményben népszerű a sportág olyannyira, hogy az egykor szakkörszinten elindult kezdeményezés mára egy nagyszabású versenyén nőtte ki magát. A Betlen kupa az indulók létszámát tekintve az egyik legnagyobbnak számít az országban. Az intézményben a sakkélet úgy kezdődött, hogy azt mondtuk Morvai Pál barátunknak, aki idejáró gyerekeknek szülője, körülbelül 13 évvel ezelőtt, hogy amíg a gyerekek a napközi után várakoznak a szüleikre, addig egy sakkszakkör szervezzen nekik és sakkozgassanak. Azon kaptuk magunkat, hogy már egy éven belül versenyekre mentek el a gyerekek, és nem csak hogy elmentek, hanem sikeresen szerepeltek, és 2-3 év múlva már országos versenyekre is a gyerekeink eljutottak. És innen jött az ötlet, hogy ha már a gyerekeink versenyeznek, akkor miért ne szerveznénk mi magunk is sakkversenyt, és hát ezzé nőtte ki magát. Korábban a foci Betlen kupának volt a kísérő rendezvénye, egy néhány tucat versenyzővel, most már 250 körüli versenyző számmal rendezük meg ezt a Betlen kupát minden évben. A 10. Betlen kupán 11 intézmény 245 diákja ült asztalhoz. Ezúttal nemzetközi volt a verseny, mivel Szatmárnémetiből is érkeztek sakkozók a viadalra. A FIDE, tehát a Sakkvilágszövetség versenyszabályzata alapján a rapid játékra vonatkozó szabályok irányadók. Különböző korcsoportokban, 5 korcsoportban versenyeznek a gyermekek. Van óvodás korcsoport, 8-10 évesek, 10-12 évesek, utána 15 évig és 15-20 év közötti sakkozók mérkőznek meg. Hasonló a verseny korcsoport szerinti beosztása, mint 4 nappal ezt megelőzően a Baptista Országos Kupán Nagyhalászban. Gunyás Zoltán elmondta, hogy a következő hetekben a megyei csapatbajnoki mérkőzéseken ülnek majd asztalhoz a sakkozók. Hasonló nagy egyéni verseny augusztusban lesz, akkor rendezik ugyanis a nemzetközi nyírségi tornát.